Üdvözöllek! Hatványsorok alkalmazásai közül most a generátor függvény módszerrel fogunk megismerkedni. Ez a feladat már korábban szerepelt lineáris algebrából, most megnézzük, hogy hogyan lehet hatványsorok segítségével megoldani a problémát. Spirális alakzatok a természetben számos helyen fordulnak elő. A legegyszerűbb szerkezet az így néz ki, tehát veszünk egy egységnégyzetet, melléje lerajzoljuk még egyszer az egységnégyzetet, és utána ennek az oldaléle már 2, illetve 1, és a hosszabbik élére rakunk föl rá egy másik négyzetet. Utána ezt így folytatjuk, és így kapjuk meg az F3-at. Ennek már 3 az él hossza. Ennek itt 3, 2, kapjuk a következőt, 5. És ezt így folytatjuk, és akkor így kapunk egy ilyen spirálszerű alakzatot. A következő rekurziót lehet felírni. Fn plusz 1 egyenlő Fn meg Fn mínusz 1. Látjuk, hogy mivel ismerjük az F0-t és az F1-et, ez az Fn sorozat egyértelműen meghatározott. Próbáljunk meg találni egy közvetlen, nem rekurzív formulát az Fn-re, csak is és kizárólag az n függvényébe. Állítás. Az Fn kisebb egyenlő, mint 2 az n-ediken. Ezt teljes indukcióval lehet bizonyítani. Nézzük, hogy hogyan. Ugye az Fn mínusz 1, ez kisebb egyenlő, mint 2 az n mínusz 1-ediken, Fn kisebb egyenlő, mint 2 az n-ediken. Ha ezt összeadom, akkor azt kapom, hogy ez kisebb egyenlő, mint 2 az n-ediken, meg 2 az n-ediken. Tehát az Fn mínusz 1-et fölülről becsültem. Na de nekem itt van 2 az n-ediken, meg 2 az n-ediken, tehát kétszer 2 az n-ediken, akkor az pontosan 2 az n plusz 1-ediken, tehát az Fn plusz 1 valóban kisebb egyenlő lesz, mint 2 az n plusz 1-ediket. Tehát ezzel ezt a becslést beláttuk. Írjuk fel ezt a formális hatványsort. Az, hogy ez nem csak formális, hanem ez egy jól értelmezett függvény, az azon múlik, hogy a konvergencia sugara az nem nulla, hanem egy pozitív szám. A konvergencia sugára van egy ilyen formula, amiben a limpszub van. Mivel tudjuk az Fn-ről, hogy kisebb egyenlő, mint 2 az n-ediken, ez a szám, n-edik gyök, ez kisebb egyenlő, mint 2. Tehát itt a limpszub, ez kisebb egyenlő, mint 2. És akkor ebből már következik, hogy az r az nagyobb egyenlő, mint 1/2. Tehát ez a px, ez egy jól értelmezett hatványsor, amit ugye analitikus függvénynek is mondanak. Vizsgáljuk akkor meg, hogy ez a hatványsorral mit tudunk kezdeni. Szokás ezt a hatványsort az Fn sorozat generátor függvényének nevezni. Tehát általában, ha adott egy Fn sorozat, akkor úgy képezzük az ő generátor függvényét, hogy ezt a hatványsort írjuk fel. Tehát az Fn az az x az n-ediken együtthatója lesz. Írjuk fel, hogy mit tudunk az Fn-ről. Megegyezik a két előző szám összegével. Tudjuk, hogy hatványsor konvergencia tartományon belül abszolút konvergens, és bárhogy átrendezhetjük, ez meg van engedve, nem fog megváltozni az összege. Tehát ezt a szummát fel tudjuk bontani, és ezt az egész kifejezést át tudjuk rendezni így két különböző szummára. Ezeket tovább alakítjuk, kiemeljük az x-et, x az n mínusz 1-en marad, kiemeljünk x nézetet, x az n mínusz 2-en marad. További átalakítás. Itt ugye 2-től megy az indexelés, de hát n mínusz 1 van n mínusz 1, tehát akkor ezt átírhatjuk úgy, hogy az indexelés 1-től megy, ide meg azt írjuk, hogy fn, és ide is n-et. Hasonlóan ennél a kifejezésnél is. Át tudjuk írni. És nézzük meg, hogy mit kaptunk. Ez itt, ez nem más, mint az eredeti px. Ez majdnem ugyanaz, csak az n egyenlő nulla tag hiányzik belőle.
akkor ezt felhasználva a következőt tudjuk felírni. Hogy az eredeti px az egyenlő lesz 1 meg x, x-el px mínusz 1, ugye ez volt az első szumma, itt pedig a második szummában megjelent a px. Egy kicsit rendezzük, és akkor az elejét és a végét leírjuk, és ezt a kifejezést kapjuk a px-re. Ezt akkor rendezzük, és megkaptuk, hogy a generátor függvény mivel egyenlő. Minket a generátor függvény soralakjában az n-edik együttható érdekel. Ezért parciális törtekre bontjuk ezt a kifejezést. Ez egy kicsit számolós, de mivel másodfokú, ezért viszonylag közvetlenül ez végig számolható. Na most, akkor át tudjuk alakítani a törteket, ugye ez egy mértani sorszerű dolog, kis algebrai átalakításra persze szükség van. Ugye 1 per 1 mínusz x, ugye ez volt klasszikusan, hát itt egy kicsit át kell alakítani, és akkor megkapjuk ezt a sort. Hasonlóan a másiknál is, annak is megkapjuk a hatványsor alakját. Akkor ebből következik, hogy a px az ezzel lesz egyenlő, hiszen most össze lehet adni a két szummát, és megint az abszolút konvergencia miatt így össze lehet vonni a két szummát egy szummává. És akkor ebből látjuk, hogy az x az n-ediken együtthatója, amit kerestünk, ami ugye eredetileg az fn volt, az ezzel egyezik meg. Tehát sikerült a nagy fn-re egy explicit formulát találni, ami csak is és kizárólag az n-től függ. Ez a generátor függvény, ez elég széles körben használt, ennek nagy szakirodalma van.